one yesterday, and a lot was to do with, well, the car. Sziasztok! Bucival nem beszéltük meg, hogy ki fog beköszönni, de úgy látszik, hogy én. Úgyhogy üdvözöllek titeket a Rocket Gamers összecsapás előtt, amelyre Bucival fogunk felkészíteni titeket. Hát én a mai alapján azt mondanám, hogy ha már esélytelenek győzelmével végződött elég sok meccs ma, akkor a Rocket mindenképpen nyerni fog. De ehhez azért én úgy gondolom, hogy lesz egy-két szava a G2 eSportsnak is. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy a középső ösvényen Perks még mindig nagyon erős tud lenni, illetve Trick a dzsungelben. Ez bizony fájdalmas lehet, mind Graves-szel, mind egyéb karakterekkel le tudja tépni az arcodat, nem a tiédet, hanem éppen az aktuális ellenfelekét, de az egyszer biztos, hogy ez a páros nagyon jó, Kikis pedig fel tudja áldozni a saját ösvény teljesítményét, valamint a farmját, meg a gyilkosságot, az életét is néha. Az életét is, mindent fel tud áldozni a csapat érdekében, és így tud például Emperor hétről hétre stabilan jó teljesítményt nyújtani. Igen, és ez fontos Emperornak kiemelni, hogy stabil. Nem inog, és alapvetően néha olyan játékokat képes akár egy Lucian-nel, akár egy Kalisztával végrehajtani, ugye neki ehhez elég jó a mechanikája, ez a két viszonylag csúszkáló és nagyon mozgékony őshöz, hogy egyszerűen kijátszik több embert is. Ezt már nem egyszer bemutatta nekünk, tehát a Rocketnek mindenképpen fel kell kötnie a gatyáját ahhoz, hogyha most a G2-t szeretnék meglepni valamivel. A G2-nak pedig ugye mindenképpen győznie kell ahhoz, hogy tartsa a pozícióját és kövesse például a Team Vitality-t vagy az H2K-t az elsőség sorrendjében, tehát G2-nak mindenképpen most győznie kell, nem engedheti meg azt a luxust, amit egyébként a Vitality megengedett még az első héten, pontosabban az H2K, hogy kikap a Rocket-től. Nem, a Vitality. Jó, jól mondtad először, ne javíts ki. Nem javítok magam. És mivel a Fnatic csapata is megverte a G2-t, a Splice pedig megverte a Fnatic-et, így elmondhatjuk, hogy a Splice az egyik legjobb csapat a ligában, kész vége. De is bizonyítottuk. Az elemzői asztalnál ezt kijelentették, és vége. Igen, viszont a Rocketnél érdemes kiemelni, Perks-nak az ellenfele azért nem kisebb ember lesz, mint Betsy, aki az előző évadhoz képest nagyon sokat javult, bár igaz, hogy a csapattársak inkább ráépítenek, nem pedig másodhegedűsként van a csapatban, mint annó a Gambitben Kabosár mellett. Most azért Ervex egyértelműen őt segíti, és még a dzsungeles és a támogató együtt mozgása nagyon fontos a Rocket csapatánál, mert így mind a rálátást ki tudják alakítani, mint pedig a pozíciót az objektumokra. És pont a Rocket is egy olyan csapat, aki bármikor ki tud állni egy nagy ágyú ellen, és azt tudja mondani, hogy egészen a játék vége feléig tudom tartani magam, akár a gyilkosságot is el tudom hozni, nem vagyok lemaradva annyira sok aranyban, és valahol mégiscsak a végén elveszik a fonál, de nekünk meg most a szavunk fog elveszni, mert jön az utolsó mérkőzés, Rocket vs. G2 eSports. Kövessétek ti is, Thanatos és Darcy kommentálásában. Pippangos szép estét kívánunk minden kedves nézőnek, itt is vagyunk Európában a 6. hét második napjának 5. mérkőzésén, mi ketten! Nektek, sziasztok! Szóval az a lényeg, hogy a Rocket és a Gamers 2 csapata fog összecsapni ezen a mérkőzésen, tehát ne is várjunk annyit, hiszen Nidalee és Kog'Maw már ott is van a tiltó listán, ahogy ezt mindjárt látjátok majd ti is egyébként, és meglepő módon, ahhoz képest, hogy tegnap érkezett ugye csak az erősítés Kog'Mawra, majdhogy nem az összes mérkőzésen részt vett azóta valamilyen formában, vagy tiltólistán, vagy választásként. Ugyebár Braum a következő a Rocket oldalán, de a Gamers 2 nem igazán szeret vacilálni, ők már pontosan tudják, hogy mi az, amit tiltani szeretnének, mi az, amit elhozni, hiszen Corki már egyenesen ott is van, amit azért tilthattak ki, mert ugye az első választás joga a Rocketnél van, ezt a karaktert pedig nem akarják meghagyni nekik, még ha ők ugyan szeretnek is vele játszani. Így van, azért Perksnek a Corki játéka az legendás tud lenni.
Na de akkor inkább lőjük meg tényleg Tevznek a kompozíciát. Kogma, jó játszott vele a srác, úgyhogy inkább szedjük ki. Korki, hát igen, azt elhozhatják, ne adjuk oda. Kalista, na hát akkor most már tényleg nem lesz itt lövész, valami választásra bele kell őket egyszerűen tolni, amivel nem fognak tudni mit kezdeni. Freddy lesz az, aki az első választás megteheti a Rocket oldalára, és jó is volt a tiltás a G2 részéről, mert nagyon fontolóra veszi az első választást a Rocket, ami amúgy nem egy macska, hanem egy puma. Na de, kíváncsi lesz. Hughes, bocsánat, Hughes. Na, amikor igazat mond, akkor egy kicsit lassan mondja. Az a lényeg, hogy három lövésztiltás érkezett a Gamers 2 csapatától, még egy kicsit közvetett módon is. Rocket viszont először Malphite-ot szeretné elhozni, tehát kezdeményezni akarnak, illetve masszív ösmény teljesítményt is mutatni majd Freddy személyében, ami azért úgy gondolom, hogy kell is. Viszont cserébe ott hagyták teljesen nyíltan és üresen mind Alistart, mind pedig Lucient. Amit el is hozott, ugye nyilván. A G2 ez tökéletes lövész és támogató játékos párosítás. Na de, nagyon szeretem ezt a szót háromszor elmondani egymás után. Szóval, tényleg, ne essél szét tanát. Tehát, alapvetően ugye a G2 eSports így már rendelkezik szintén tankossággal, kezdeményezéssel, ráadásul egy jó lövésszel, ami Emperor és Hybrid kezébe tökéletesen jól mutathat, én úgy gondolom. Tehát ugye kicsikét az alsó ösvénye erős lehet a G2-nak, de ez még nagyban függ attól, hogy a Rocket mit fog elhozni Guardian Extinct kezébe, illetve ugye egy Ezreal, amivel még Betsy is játszhat, hogyha esetleg szeretne, vagy ha az edzője úgy utasítja, vagy pedig Tevz is jöhet még. Ugye ez a kék Ezreal, ez mindenféleképpen egy jó kis választás lehet, ha egyáltalán az lesz, ugye ez majd kiderül. Na de kérem szépen, vajon mi lehet a G2 eSports válasza erre, mert a Rocket egyelőre csak a felső ösvényét és a támogatását. Ted McPurse, tegnap is már kacsingatott felé, ne csináld már, mint hogy Lee Sin az, aki tricknek elhoznak, még van egy választásuk a középső ösvényre, de ez a kacsingatás, ez a játék az idegeinkkel, ez már egyszerűen az agyamra megy. Utolsó választás jogán még talán el lehet majd hozni, de amire ki akartam térni, az a Nautilus választás, hiszen azért is egy nagyon jó választás jelen pillanatban, mert a vezérzászlóval és a plusz 60 varázserővel, amit ugye ez a tárgy ad neki, iszonyatos mértékű sebzés van benne, ezt ugye az előbb láthattuk is, Wunderbear Reckless fején demonstrálta az imént említett statisztikát. Hát igen, a kérdés csak az, hogy Malphite ellen mennyire lehet majd egy életképes választás, hiszen azért azt hiszem te voltál az, aki elmondtad, hogy kezdeményezni Malphite-tal gyorsabban lehet, és gyorsabban kinövi magát, viszont azért egy Nautilus hosszú távon kivizetődőbb lehet, illetve egy elhúzódó csatában, hiszen a pajzsait ő irányítja, nem pedig a passzív képessége, és nem állítja meg a beérkező sebzés. Viszont a következő két választás a Rocketnél úgy néz ki, hogy Rek'Sai lehet, illetve Viktor. Nem! Rumble! Hát becinálok, komolyan mondom, a Rumble ott lesz a dzsungelbe a Rocket oldaláról, illetve a középső ösvényen egy Viktor, na de, kérlek szépen, azért ez a Rumble ez jó lehet, hiszen így mágikus sebzése bőven van a Rocketnek. A fizikai sebzése azért így csinyán bánnak, én úgy gondolom, tehát bőven kell nekik majd azért arra az Ezreal-re is hangsúlyt fektetni, de hát a G2 eSports Perks kezébe odaadja Lissandrát. Perks volt az első, aki az EU-LCS keretein belül jó Lissandrát tudott mutatni. Magyarán a jégösvények megfelelően voltak elhelyezve, utána pedig alapvetően ugye a fagyos sírok is jól érkeztek, hol magára, hol az ellenfélre. Ettől függetlenül azért látjuk, hogy Lissandrával lehet rossz teljesítményt is nyújtani, vagy pedig a csapatot nem megfelelően megtámogatni, hiszen a győzelmi aránya még a 40%-ot se éri el. Hát kíváncsi leszek erre az összecsapásra mindenféleképpen. És nem ez a Rek'Sai-Lee Sin párharc amúgy még egy mostanában ritkán látott csata lesz a dzsungelekben. És nem tudom, hogy kinek adjam, mert a G2-nál trick irgalmatlanul agresszív, és nagyon jó is. Ez önmagában igaz, viszont Lee Sint hozott el, és
Tudjuk jól, hogy egy-két halál azért nagyon csúnyán érinteni ezt a karaktert. Ugyanezt Rumble-ről nem mondanám el. Egyrészt szerintem még akár gyorsabban is tud haladni a dzsungelben, sőt, biztos vagyok benne, mint egy Lee Sin, ugyanis az elhozott rúnákkal már van annyi varázsereje, hogy egy pikpak végig haladjon a saját dzsungelén, és utána még a rajtaütései is sikeresek legyenek. Ráadásul a rúna visszhang a legjobb kiegészítésre. Nem kíváncsi leszek tényleg erre a Rumble-re, ugye? Nézzük végig, hogy mivel rendelkezik így a Rocket. Ugye tankosság megvan az ő részükről, Freddy az mindenféleképpen állja majd a pofonokat, ha más nem a fizikai sebzésű hősök ellen, azaz Trick és Emperor nem fog rá nagyokat ütni. Ugye alapvetően kezdeményezés is bőven van ott, legyen szó a megállíthatatlan erőről ma a fightnál, legyen szó a sors kezéről Extinctnél, vagy pedig Irvexnek, ugye a Stuker végső képessége kezdeményezésre is jó, meg irgalmatlanul jól lehet vele zónázni, tehát a Rocket csapata leginkább a csaták elkezdésében és az egyének esetleg kifókuszolásában lehet jó, köszönhetően annak, hogy ketté tudják választani a G2 csapatát, nagyon erősen ki tudnak fókuszálni valakit, tehát azért erre a G2 összeállításának van válasza. Érdekes választás a G2-nál, hogy nincsen egyetlen egy darab égetésük sem, hiszen ugye Perks, hát mondhatnám, hogy természetes módon teleporttal érkezett, viszont Hybrid nem kárpótolja ezt a hiányosságot, ő ugyanis kifárasztást hozott, amit hát úgy gondolom, hogy kellett ti is egy Betsy Victor, illetve egy Airbags Rumble-nak köszönhetően, hiszen azért ezek a karakterek iszonyatosan nagy burstet képviselnek. Hoppá! Kikis villám fejedelemmel érkezett? Kikis szeretne nagyon agresszív lenni, iszonyatos sebzéssel, a tankosságot ezzel föláldozva? Egyelőre úgy tűnik, igen. Minden esetre nagyon jó Extinctnek, és ugye Tabsnek a bele kontárkodása a G2 dzsungelébe. Meg szeretnék volna nézni, hogy esetleg a csúnya békát megcsókolta a G2 eSports alsó ösvényes páros, de kiderült, hogy nem, hiszen ő még pedig teljes akarta. Valójában ott volt, akarta. De hát ugye, akárhogy is nézzük, végül a két alsó ösvényes mindenféle fajta előny nélkül, nyersen, nettóban, önmagukban, tiszta játékstílussal kell, hogy megvívják a maguk csatáját. Ahogy Isten megteremtette őket, így is van. Egyelőre gyorsabban tudja tolni az ösvényt Emperor és Hybrid párosa, de nem szabad elfelejteni, hogy náluk kevesebb a gyilkosságra való esély, hiszen nincsen égetésük, és az azért, én úgy gondolom, hogy nagy sebzés kiesés, bár tény, hogy egy Lucian és egy Alistair párosításáról beszélünk, akik amúgy a kezdeményezésben jeleskednek, illetve Lucianben önmagában iszonyat mértékű sebzés van már most is a passzívját kihasználva. Attól függetlenül azt mondanám, hogy egy csendes ösvénynek lehetünk majd szemtanulni. Nem úgy a felső ösvényen, ahol mint az előbb is említettem, Kikisnél villámfejedelem van, tehát plusz sebzéssel már most rendelkezhet Freddy ellen, ott van, meg lett villámcsapva. Közben amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy a Malphite Nautilus összecsapásokból Malphite szokott jobban kijönni. Egyértelműen ő az, aki a naptűzköpenyre valószínűleg hamarabb helyezi majd a hangsúlyt, hiszen ő abból szerez plusz sebzést, ugye a páncélzat miatt, valamint az alapvető naptűzköpeny kiégetésnek köszönhetően is, tehát farmolni is jobban fog tudni Freddy, tehát alapvetően ez a tárgy jobban segíti majd Freddyt, hogy a váltott ösvénytolást jobban tudja alkalmazni, viszont Kikisnél feltétlenül a szokásos, stílusos Nautilust látjuk, meg mást is, azt ugye alapvetően, hogy Zizirot portál is fog érkezni, esetleg vezérzászló, tehát sokkal inkább... Ez komoly volt. Egyébként szép volt a kábítás, kár, hogy nem volt lekövetés, de hát ugye Emperor már addigra odébb is csúszott a tett színhelyéről. Érdekes döntés Perkstől, aki hát egyrészt ugye haza lett küldve a saját ösvényéről, viszont ennek köszönhetően ösvényagresszivitást vásárolt magának még egy dorány gyűrűje képében. Peci pedig tök nyugodtan el van az ösvényen, farmolgat, és igazából semmi gondja nincs a világon, egyelőre kicsikét kevés a manája, de ezt túléli. Ugye említettem az előbb, hogy mik az előnyei a Rocket csapat összeállításának, és erre akkor nézzük meg, hogy mi a válasza a G2 eSportsnak. Az erős kezdeményezés az ő részükről is megvan, bár ez büntethető Hybridnak egészen konkrétan a fél életreje bánta a megfontolatlan kombó alkalmazás. Emperor nem nagyon tudta lekövetni azt a forrázózás felesleges, Extinct viszont ettől függetlenül túlvállalja magát. Nagyon jól fognak jönni majd, amikor elkezdi a meleg forralt borokat
letenni. Már közben írjuk be hashtag Szia Nono jó éjszakát. Freddynek is lehet, hogy jó éjszakát fog kívánni most a G2 csapata. Jó volt a villanás, a hangulám talál, de ide most nem megy Betrik. Az ne, az nem. Hihetetlen, hogy tárgyak nélkül is elég tankos ez a malfight. Tehát plusz páncélzatot kap, tehát trik valamelyest kevésbé használható ellene. Kikisznek pedig nem talált már a húzása, és így valóban egy villanása volt összvisz elegendő ez a kezdeményezés, de Freddy is egy kicsikét korán lett hazaküldve, ezért ő is egy Doran gyűrűjét és egy Rubin kristályt vásárol magának, tehát plusz életereje az lesz. Kérdés, hogy így viszont mi lesz az első tárgya, ugyanis ebből még akár légió égisze is lehet. Emperor pedig egyelőtt cserél összvisz Xtinct-tel. Alapvetően érkezik a még alsó és minek érdemes. Jó a lassítás egyelőre, de ebből valószínűleg nem lesz nagyobb követés. Ez csak kóstolgatásra elég a Rockets oldaláról, de Irvex nem adja föl. Ő kérlek szépen Rumble. Jó a gyorsítás a karamelláknak köszönhetően. Egy kis ösvénytolás még van a Rocketben, kérem szépen. És ennyi volt. Pingvinek úszkálnak a pályán, de ne aggódjatok, nem az LSD mennyiség növekedett a táplálékotokban, hanem alapvetően így közlekedik bár. De trik kihasználja Irvex hasonló ösvényes megjelenését, egyből bugázik a dzsungelben. És igazából az északi rész teljes mértékben ki is takarította, lassan a kék erősítés fog érkezni, de az sem fogja megkapni több, mint valószínűleg Irvex, hiszen ezt átadja majd a középső ösvényesnek. Viszont ami még fontos, az előző mérkőzésen egy baromi erős Nautilus játékot láthattunk, az viszont egy naptűzköpenyt mondt magával első tárgyként, ugyanezt Kikiszről nem lehet elmondani, pokoli kódexet vásárol meg magának először, tehát tényleg az agresszivitás ne további az, amit ez a srác képvisel így a felső ösvényen, viszont a mindent látó őrszemre trik ráparkol. És ismételten látjuk 5 másodperc trik életéből Freddynek akár egy teljes életet jelenthet. Viszont közben Irvex nem tud haladni a saját dzsungelében. 6-os szint Freddy megvan, ugyanúgy Kikiszen is. És Irvex lehet az, aki érkezik viszont megsegíteni a saját felső ösvényesét. Persze ez mindösszesen csak akkor volna igaz, ha toronyalá érkezés volna. Ehhez viszont trik jelenléte is szükséges volna, ami viszont nincsen. Viszont ami még fontos az az, hogy Betsy farm hátránnyal kell, hogy szembesüljön, hiszen neki nincsen teleportja, Perks pedig azt jól használta ki, és így igazából van elég varázsalánálása is, és sebzése is a minél takarításhoz. Kikisz és Freddy cserélnek telefonszámot maximum, mert túlságosan sok sebzés nem jön ki még egyik őjükből, és egy gyönyörű szép hybrid félemésségi őrszem, amellyel Irvex mozgását ismételten figyelemmel lehet követni, így Emperor nem is nagyon fogja előre tolni azokat a minionokat, hanem muszáj. Legalábbis, ugye mondom, már ki is takarította amúgy a Rocket azt a mélységi őrszemet, érkezhet trik. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem jön tovább? Kérem szépen, az a Rumble viszont a bokorba ott volt, ezt észrevették, jön trik. Tebznek van még térugrása, hanghullám nem talál. Lesz-e még valami hulla itt esetleg? Emperornak vidámnia kell, gyönyörű teleport. Szép volt a Stuker, viszont ahogy te is mondtad, a teleport ki akart jönni, de nem sikerült, mellé megy a végzetes hullám Irvex, micsoda mesés-vesés ismételten egy Lee Sin-től. Annyira jó volt, hogy egy gyilkosságot meg is kap nagyon gyorsan a G2, óriási reakció az ő részükről, 1-0 neki. Ráadásul Kikisz volt az, aki megszakította a saját teleportját, és ki tudták aknázni Irvexnek a hibáját. Alapvetően Emperorra egy kicsikét túlvállalták magukat, de a villanásra még tudta korrigálni a saját miszpozícionálását. Majd utána Irvex volt az, aki saját némításával kellett, hogy küzdjön ezért a villanását, sem tudta elhasználni a túlélés érdekében, Tevz pedig megissza a levét. Köszönöm Perks lefi farmolni Betsy Viktorát. Ugye alapvetően nem egyszer visszajátszás. Nem is kétszer, viszont láthatjuk, hogy gyönyörű szép volt Xtinct-től a kábítás, ezért Emperorra el lehet kezdeni az akciót majd. Érdemes megfigyelni Irvexnek a szépen lassan érkező túlmelegedését, majd miután a minionre betalált Rick igazából mögé is ugorhat, és a némított Rumble-t, aki ugye mindezt magának oldotta meg, esélytelen volt megmenteni. Ezért úgy gondolom, hogy túl taktikázta ezt az egész szituációt Irvex. A maximális sebzést akarta kihozni, de nem számolt ennek a hátrányaival. Legi szemeim előtt én már láttam alapvetően Irvexnek a szemét és tekintetét, ahogyan betalál a minionra az a hanghullám, és elmosolyodik, hogy
Hát nem talált ezt, én most megúsztam, és már itt is meg is kapta a sárkány rugást a hátába. Na de, a lényeg, hogy a G2 keservesen, de megszerezte végül az első gyilkosságot. Nagyon agresszív, mind érvex, mint Rika, ahogyan ezt meg is jósoltuk. Freddy és Kikisz pedig továbbra is cserélget, nagyon nem tudják lehagyni egymást farmon, főleg így, hogy ma a fight ugye már Bami parazsával rendelkezik. Viszont Kikisz, mivel kijelentettük, hogy a mágikus sebzésre fókuszál, nagyon gyorsan meg is vette azt a légió égiszét, ennek köszönhetően, ugye azért a mágikus ellenállás is mindenféleképpen az övé, a vezérzászló az lassan ott lesz. Az érdekesség az, hogy Gamers Tool csapata majdnem minden ösvényen magabiztos farmelőnnyel rendelkezik, és meg érkezik közben. Meg teleport is, meg trick is, meg extinct is, gyönyörű szép a sors keze, extinct-re sikerül a végső képesség, itt van Perc is, Szelavi, kérem szépen, az a bárd az most újra átélheti a spirituális valóságot. Ez nagyon pénzes volt, mi? Na mindegy, szép volt egyébként. A lényeg az az, hogy 2-0-ra mostantól kezdve vezethet a Gamers Tool csapata, sőt még egy toronnyal is tudják növelni az előnyüket, így már majdhogy nem. Sőt, több mint 2500 aranyról beszélhetünk, és még azt is meg tudják akadályozni, hogy a Rocket el tudja hozni a középső ösvényen a külső tornyot, és mindezt úgy tudták megtenni, hogy Perksnek igazából csak a teleportja ment el, mert a végső képessége megmaradt, a villanása megmaradt, hiszen Trick volt az, aki egy bámulatos villanás rugással operált. Ó, a jégszilány csodákra képes, de sajnos a főcsirke lopására nem. Trick és a sárkány gyík első részét láthatjuk, ez a részszín, ez pedig összecsomagolja a sárkány pikpak. Extinct gyorsan látja is a kiírást, és ennek köszönhetően arrébb is pozícionálja magát. Nagyon, de nagyon jó az őrszemjáték közben a Rockettől, meg szeretném jegyezni. Agresszivitásra és védelemre egyáltalán egyaránt fordítanak erőforrásokat, de ez, mint láttuk, kevés volt, hiszen a G2 kétszer tudott rajta ütni az alsó ösvényen, a Rocket pedig nem megfelelő válaszokkal tudott élni. Egyáltalán nem megfelelő válaszokkal tudott élni. És hát erre kérlek szépen sokkal jobban kell majd reagálni a Rocketnek, hogy ne tudjon a G2 eSports ilyen balga előnyöket szerezni magának. Balga előnyök. Miközben Kikisz az alsó ösvényre érkezik vezérzászlójával kiegészülve, ezt a tornyot már valószínűleg hogy nem tudja megvédeni, de ugyanezt el lehet mondani a Rocket felső ösvényéről is. Forma-forma toronycsere az, ami ismételten megvalósult így a 13. percnél. Kicsikét ki is lehetett toronyáhozattal, de összességében még mindig a Gamers Tool az, aki vezetni tud. Hát a bravúros akciónak köszönhetően nagy részt, illetve a két gyilkosságos előny is náluk van, és egyébként a sárkányjelző is csak náluk fellelhető jelen pillanatban, ami ugye 6% fizikai és varázssebzést jelent, viszont ennek a pálya cserének köszönhetően fordulhatnak igazából a hírnökre is, tehát összességében megint a Gamers Tool jön ki pozitívabban ebből az egész cseréből, hiszen a hírnök az a felső ösvényen van, nem pedig az alsó. Az az igazság, hogy jelen pillanatban én nagyon kíváncsi leszek, hogy Perks mit tud majd kihozni ebből a listánál. Egyszer már stílusosan elhozott egy gyilkosságot, anélkül, hogy bármilyen képességet is konkrétan elhasznált volna, de a tárgyválasztása azt szerintem nagyon sokat fog a labban nyomni, azt, hogy a mélységi jogát megvette, az jó, ellenállás van, ráadásul nem is kevés Rocket játékos ellen, és ugye itt szeretném kiemelni, hogy természetesen a túlságosan sok a lövész és sok a fizikai sebzés, akkor lehet páncélzatot építeni, de láttuk azt, hogy azt a nagyon, de nagyon sok páncélzatot is át lehet törni, előbb-utóbb mindenki el fog fogyni. Ám! Ha elkészül a megfelelő mennyiségű Iron Solari medál, illetve egyéb területre ható mágikus ellenállás, azaz például a vezérzászló, akkor kérem szépen még egy mélységi jogar, egy átoknyelő és stb. Az bőven elég arra, hogy egy érvekszet, egy becit és egyéb mágikus sebzéssel rendelkező hősöket kivegyen a játékból. Ráadásul nagyban befolyásolja a Rocket tárgyalatását, hiszen kell szépen majd arra az üresség botjára is fókuszolni. Perks magára, nem, bocsánat, Vecire használta el a végső képességét, de jó volt a megtisztulás. Hybridnak el kell használni a törhetetlen akaratot. Veci ezt ő sem tudja, hogy érte túl, de Kikisz azért még megpróbál beleszólni, hogy gyere csak ide! Ennyi kész, végül Trick hozza el. Nagyon szép volt Tricknek az arrébb mozgása, így ő nem fullad bele a végzetes hullámba, de azért Hybridot sikerül végül elhozni a Rocketnek egyfajta szépítésként.
eléggé ide-oda küzdelem volt, végül a G2 jött ki belőle jobban. Nem is csak azt emelünk ki, hogy ide-oda küzdelem volt, hanem ráadásul ilyen kis pingpong bajnokság is, hiszen példának okáért Airwax a labda szerepét töltötte be ebben az összecsapásban. Hybrid is ide-oda toszogatta, a Tricknek a rugása is ráérkezett ki, és akkor még ott volt Kikis is, de a visszajátszás során látjuk, ahogy Betsy érkezik a kezdeményezés. Kicsikét elhamarkodott Perksnek ez a próbálkozása, Betsynek van lehetősége egyetlen egy megtisztulás villanással elmenekülni, sőt igazából még Alistarnak a kombójából is ki tud térni, így ő igazából a nagy nyertese a csatának, majd utána jól pozícionál, hiszen Xtinctre nem érkezik így a mélységíra. Tény is való, hogy meghalt, de a csapatának időt tudott adni, illetve lehetőséget, hogy egy gyilkossággal szépíteni tudjanak, hiszen ő rá mindenki jött gyakorlatilag, és így is csak nagy nehezen tudták elpusztítani. És így igazából úgy gondolom, hogy teljes mértékben megérte az 1-1-es csere a Rocketnek. Gondolom, hogy megérni biztosan megérte, főleg, hogy az első gyilkosságukat tudták ezzel megszerezni, aminek azért megvan nyilván a pszichológiai előnye is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy végül ugye az ilyen szituációkban lesz-e például elég sebzése a Rocketnek. Ugye Tevz a végzetes hullámon szeretett volna részt venni ebbe a csatába, az mellé ment, miket ettől függetlenül zónázásra ugyan kényszerítette ezzel a képességgel, de valljuk be őszintén, azért ennél több sebzés is van egy ezrőben, mint mondjuk ez a nulla, amit most sikerült kiadni a magából. Ez még nagyon sokat nyomhat a ladba, és továbbra is a csapatkompozícióknál maladva, a G2 eSport szintén hihetetlen jó fókuszálási képességekkel rendelkezik. Nézzünk rá csak Trickre, Kikisre vagy Perksre. És amit viszont ki szeretnék emelni, hogy úgy gondolom, hogy az ő kezdeményező képességük sokkal differenciáltabb, sokkal, de sokkal változatosabb. Azaz Kikis is, Trick is, Perks is, és még Hybrid is tud kezdeményezni. Ha esetleg Freddynek mellé megy a megállíthatatlan ereje, egyszerűen nem tud majd mit válaszolni a Rocket, ráadásul az ő faluk mögé könnyedén be tud menni akár kettő, de még három G2-s játékos is, tehát nehéz megvédeni a lövészeket és a sebzéshordozókat. Igen. Mondtam volna, hogy jobban jön ki a cseréből egyébként az alsó ösvényen Freddy, viszont utána az a felerősített Minion szanaszét zabálja annak a tankos malfightnak az életerejét. Tény is valók, hisznek sok manája nincs, de a barátok a közelben vannak, van neki villanása is, tehát bajban úgy gondolom nincsen. Viszont még nagyjából egy perc, mire még egy minőt fel tud erősíteni, addig igazából mondhatnánk azt is, hogy gyenge ez a Nautilus. Ráadásul ugye, ami közelében maradt Freddynek, addig folyamatosan sebzi a naptűzköpen is, még annak ellenére, hogy ráadásul mágia ellenállás az aztán van halott Kikiszen, tehát hogy még a Negatron palást is nála van, ha nem lenne elég a vezérzászlóból érkező fantasztikum. Na de, a második sárkányát megszerzi a G2 eSports, ezzel már a torony sebzésre ők is még inkább számíthatnak, ugye a vörös szederhát kiegészítést úgymond megkapták a tornyokra is, és hát kérem szépen, látjuk is, hogy miket építenek a G2 eSports játékosai, mágikus ellenállás mindenit. Vagy hát a legtöbb helyen legalábbis az átoknyelővel Tricknek sebzése is lesz, illetve a kísértett Kamzsa is ott van rajta, de ami talán a legfontosabb, az a higany léptek, hiszen ennek köszönhetően gyorsabban ki tud futni majd egy esetleges Stukkerből, azaz Rumble végső képességből, illetve a lassításra érkező plusz ellenállása sem elfeledendő, de mind a két felső ösvényesnél lassan elkészül majd a Z-Zero-t kapu is, ami úgy gondolom, hogy megint a taktikai játékot erősíti fel mind a két csapatnál. Viszont jelenleg azt is ki kell emelni, hogy ebből a szempontból a Gamers Two csapata javazi az előnyt. Alapvetően, ha megnézzük, akkor a Gamers Two kezd az őrszem játékba egy picikét aktivizálódni. Három darab messzelátó őrszem van az ő részükről, ami jó lehet, hiszen folyamatosan tudják az esetleges rajtaütéseket lebuktatni és érkezéseket, és valamint a Rocket nem nagyon tud mit reagálni jelen pillanatban erre az agresszivitásra, a hírnököt Rika kell le is tudja sújtani, hogyha szeretné, de nincsen áll a sújtás, úgyhogy ha szeretné, akkor se, de ezzel most ne törődjünk, hiszen Freddy egy felerősített minionnal küzd, de még hogy? Hát apám, ez egy titánverda, amin ül ez a minion, mindenki nem nézd meg, ennyi, kész. Óriási választás ez a vezérzászló, és mi van még ott ráadásul? Egy ZZ Top Roltár, és ennek köszönhetően Kikis most már ki tudja használni a Nautilus
hát hogy is mondjam, alapvető stílusát, amit eddig sokszor alkalmaztak rajta. Alapvetően igen, Perks pedig bajban lehet. Jékes fej! Így van. De nincs. De! Érkezik ráadásul még a fagyos sír is. Gyönyörű szép sorskezet, Rick ott marad. Mélységi roham. Érvex még mindig él. Érvex nem él. A végzetes hullám végül eltalál három embert, ami nagyon szép, csak igazából fabatkát sem ér. Beci ezt a tornyot úgy döntött, hogy át fogja konstruálni, sőt, most már akár igazából várostervezésre is adhatná a fejét, mert a G2 bázisát maradandóan átalakította. Az Zizi Rot portál az még mindig ott van, és érkeznek ki folyamatosan az üresség csótányok. Egyelőre a G2 eSports csapatát sikerül a felső ösvényről kizónázni, de a Rocket ismételten veszteségek árán tartotta fönt ezt az állapotot. Gondolsz, elég volt ez a csere? Toronyért Érvex? Hát gyilkosságot Toronyért? Úgy gondolom, hogy igen. Ilyen akciókat kell kivitelezni a Rocketnek, hiszen alapvetően a célpontokban vannak jobban lemaradva, és egy célpont amúgy is többet ér, mint egy gyilkosság, tehát igen. Viszont amit még ki szerettem volna emelni, korábban meg is tettem, azt hiszem az, hogy két ösvényen is magabiztos formelőnye van a Gamers2 csapatának. Az egyetlen kivétel az a Freddy, nem véletlenül őt mutatja a kamera is. 21. percnél 200 farmos malfight az egész finom tud lenni, ráadásul rajta is ott van ugye, hát valamelyest az a kapu, illetve a naptűzköpeny is, ami egy csapatharcban is rengeteg plusz sebzés lehet számára, illetve azért gyorsan tud haladni egy szélső ösvényen, ahol láthatod, hogy most a felső ösvény tornyát már agresszírozza is. Érvek szerint könyvben azért ne felejtsük el, hogy szintén készülgetnek a tárgyak. Most már ő is amúgy a mágikus ellenállása is összpontosít, de... Hello! Hello! Figyelj, ahol van Bexi? Ja, meghalt! Kérlek szépen, még 40 másodpercig nincsen a pályán, mert a G2 eSports az bele betonozta a középső ösvénybe. Igen, ott van, látjátok, közben Kikisz érkezne a vasmacskával, nem volt rossz, de jó sem. Kettős kezdeményezés, végzetes hullám is érkezik, ez egy G2 eSports fősősvényes halála. Hybrid még követheti, közben érkezik a teleport Perkstől, ez veszélyes lehet. Jégösvény, de jó volt még ráadásul, az az öv is, pontosabban. Kettős haláleset történik a Rocket részéről, Perks egyszerűen berobbant. Úgy érzem, Trick még megpróbálja revadászni majd Érvexet, de hát könyörgöm. Óriási játék végül a G2 eSports oldalán is. Ami egy hibából keletkezett, alapvetően azért nem menjünk emellett a tény mellett, hiszen Kikisz egy embert ki akart kapni, helyett ott volt egy fal, hát akkor arra húzom magam, majd utána nem volt lehetőségem menekülni. Tehát ő egy felesleges halála volt ennek az incidensnek. Tény és való, hogy utána a csapatot tudott szépíteni, de azért én úgy gondolom, hogy fontos tényező, hogy ő hibázott. És nem egyszer hibázik az ilyen tankosabb felső ösvényesekkel a kezdeményezés szempontjából. Ha igazából a játék végső szakaszában történik egy ilyen, korán sem biztos, hogy a csapatot tudja korrigálni a hibáját. A visszajátszás során majd látjuk, hogy Beci teljesen időt farmol, nyugodtan, meg mi egymás, majd utána Kikisz elkapja, fejbe lövi és meghal. Máshogy ezt én nem tudtam elmondani. Hát figyelj, az az igazság, hogy Beci úgy döntött, hogy inkább lepijen ott középen, de folytatódik tovább a csata. Így is van, Kikisz az, aki a falhoz húzza magát, majd utána menekülni próbál a területi lassítás három emberre jó, viszont a kezdeményezés Freddytől, ez egy gyilkosságra már elegendő is. Majd utána a háttérben X-Wing még tovább tudja bénítani Hybridet, akire viszont érkezik még egy Leasing Pajzs is, hogy így ő túléli az egész csatát, majd utána már megint Perks a teleportjával, és szép. Hoppá! Ó, Dejavu! Meghalt. Meci meghalt. Érvex, ping pong labda, és meghalt. Három ember helyett, nem három ember, jó rendben, meghalt a Rocketnél. Én azt hittem, én még valakit meg akartam itt ölni, úgy néz ki. De, hát, hogyha már Rocketes játékos nem sikerült, akkor a Baron Nashor kérlek szépen el fog pusztulni a G2 eSports egyelőre 25 perc alatt. Ötször több gyilkosságot tudott összeszedni, illetve az objektumok terén is egyértelműen vezet, és az a 8000-es, 7-8000-es arany előny, amivel ők mostantól kezdve rendelkeznek, és csak most kezdődik el a barandasor, hát nagyon nehéz lesz visszahozni a Rocketnek. Sárkány is ér, ráadásul Emperor már oda is vette az irányt. Neki van elegendő sebzés, hogy egyedül eltüntesse, és ami még egy fontos, a változtatásoknak köszönhetően rajta is meg lehet venni a támadási sebesség cipőt. Összességében jó rajta a töltésidő csökkentés, viszont egy lövészről beszélünk.
Hosszú távon jobban megéri a támadás sebesség, Freddynek menekülnie kell, van még végső képessége, úgy gondolom, hogy komolyabb bajban nincsen, de attól függetlenül azért visszalépésre lehet őt kényszeríteni. Visszajátszásra látjuk, hogy Xtinctre mekkora sebzése van Tricknek alapvetően, majd utána egyből egy kettős kábításba érkezik, tehát Becitő és Xtinctől jó volt az összhang, de nem elegendő ahhoz, hogy megmentsék azt a bárdot, akit arcra rúgtak és meghalt, utána láthattuk, hogy középen ugyanaz történik Becivel, mint korábban, persze szép és jó, viszont ami még említésre méltó, az Ervexnek a kirúgása, ugyanis a gyilkosság megszerzése után még volt elegendő lélek jelenléte Tricknek erre is. Freddy nem fog olyan gyorsan meghalni, mint Beci, Perks egyszerűen megmenekül, a kettő kulcsfontosságú végső képességét láttuk a Rocketnek, mind a kettő nem a megfelelő, hogy is mondjam, elképzelés szerint lett használva, ugye megállíthatatlan erő Freddynél menekülése lett fordítva, míg a sors keze, hát Perkst nem igazán találta el, de ugye a sors kiszámíthatatlan érkezik, a Rocket az alsó ösvénye, itt van közben a Hybrid is, ráadásul az Izzorot kaput azért csak elpusztítja Pikpak a torony is, az meg még igen a vezérzászlós baron Nasoros, ugye fantasztikum, ami ott van, ez már lassan egy raid boss, és még mindig él, a gravitációs mezőt nem érdekli, kimegy közben a Stuker is, na de kire? Perks, elhasználja Betsyre a fagyos sírt, ami végül nem volt elég, de meghal a torony, meghal a X-Wing, meghal a Rumble, meghal a Malphite, na még valaki? Tabs! Oh my gosh! Egyelőre majdnem egy ász a Rocket ellen, de nem is kell pont a legerősebb lapot kijátszani, amikor már egy inhibitor torony és egy inhibitor ledőlt, a Nexus torony szintén a mai este egyik legrövidebb mérkőzésén a G2 eSports le tudja dönteni a Rocket Gaming, nem Gaming, Rocket Nexusát. Ne húzzátok már az időt! Igen! G2 eSports! Egy gyönyörű szép mérkőzés egyébként, ahol a taktikus elkapások érvényesültek, nem is egyszer, nem is kétszer, nem is lehet úgy gondolom, hogy ehhez többet hozzátenni. Szépen lassan felépített előny és annak kihasználása történt, semmi flashy play nem volt ezen a mérkőzésen véleményem szerint, egyszerűen csak túljátszotta a Gamers 2 a Rocket Gaminget, vagy nem Gaminget, majd eldöntöm. Én is úgy gondolom, hogy a G2 eSports abszolút de jól használta ki az ő lehetőségeit. Freddy ugyan el volt a felsősön a Nautilus-szal szemben, és tényleg amikor kiemeltük a két csapat erősségét, akkor azt egyszerűen ki kell jelenteni, hogy sokkal több kezdeményezés volt a G2 eSports oldalán, sokkal több tankosság volt jelen, és gyakorlatilag még én azt is szeretném kijelenteni, hogy hiába tett le több őrszemet a Rocket, Trikkali színjével folyamatosan tudott úgy érkezni, ami mondjuk egy meglepetés pozíció volt, ahol pont nem volt rálátás, és Tricknek a Lee színje az úgy érzem, hogy kulcsfontosságú szerepet töltött be ezen mérkőzés során, és az első gyilkosság elhozatalában egyértelműen hatalmas szerepe volt, ami úgymond Ervexnek a, hát a kijátszása volt, úgy gondolom, hiszen ő nem számított arra, hogy Lee szín bejön a Minionra, és pont az én vesémet fogja megrúgni, pedig megtörtént. Igen, és egyébként az egy gyönyörű momentum volt a Gamers 2 csapatának, ott szerezték meg az előnyt, onnantól kezdve lehetett építkezni, és ezt meg is tették. Viszont azt hiszem a mérkőzés alatt is kitértem rá, hogy az egyetlen ösvény, nem is egyszer, az egyetlen ösvény, hogy előnye volt a Rocketnek, az a felső ösvény volt, és Kikisz ezt nem csak az ösvény teljesítményében mutatta meg, hanem a kezdeményezései során is, hiszen nem egyszer volt tőle rossz kezdeményezés a mai mérkőzésen, illetve hát a korábbiakban is. De összességében a csapatának volt elegendő előnye ahhoz, hogy még ezeket is visszaerre tudja fordítani, és tény és való a tankosság különbsége az látszódott, nem is egyszer, hiszen példának okáért ez a bard választás Xtinctnél iszonyatosan hamar robbant, ugyanezt Alistarról, hát nem tudom, én nem merném kijelenteni. Most pont a Lee színekről szoktuk mindig mondani, amit az előző mérkőzésen is elmondott, például Nono pontosabban az elemzői asztalnál, még nem az előző mérkőzés, az a lényeg a legutóbbi díszín választása, és az volt a probléma, ráadásul az H2K oldalán akkor Junkosnál, hogy azonnal szerzett gyilkosságokat, ugye 5 gyilkosságból 4-nél el is hozta ő a gyilkosságot, illetve mindez 5-ben részt vett, nem engedheted meg, mert onnantól kezdve nem csak állja a sebzést, hanem osztja is, de irgalmatlan módon, és nem lehet vele mit csinálni, tehát közel kerülnek, kész, hát Betsyt láttuk, alig, tehát, hogy majdnem nem sikerült annyi idő alatt odaváltani a kamerának, hogy lássuk, hogy meghal.
És már csak annyit láttuk, hogy ki volt írva, hogy meghalt, igen. És egyébként jó is volt a tárgyválasztás annak a Lee-nek, hiszen az előnyét arra használta fel, hogy minimális sebzést vásároljon pluszba, és temérdek varázsolást, egy olyan AP Heavy Comp ellen, amiben hát tény és való alig volt fizikai sebzés. Na de, hölgyek és urak, én úgy gondolom, hogy az európai LCS-t méltón kell lezárni, így három jó madár lesz a mostani záróelemzői asztalnál, ha minden igaz, úgyhogy csapjunk is bele! Buci, Narcik és Thanatos, tétek a szó! Szép estét kívánunk! Véget ért az Európai Profi Liga 6. hetének második napja is. Így már túl vagyunk ugye a szezon felén bőven. Megtörténtek már az általános visszajátszások, visszavágók, és ma is egy elég izgalmas napon vagyunk túl, és amint megérkezik Thanatos barátunk is, akkor bemutatom az utolsó elemző asztalt már, mint mára. Thanatos, Darcig és jó magam, Buci! Kezdjük is, mi történt ma, illetve a héten. Összefoglalhatjuk az egészet. Hú, na, nézzük csak akkor végig ezeket a mérkőzéseket. Én mindenféleképpen kiemelném, nem tudom ti, hogy vagytok vele srácok, a Team Vitality teljesítményét. Tehát, hogy egyből a csúcsra török és lecsapom a babérokat, a Vitality 2 irgalmatlanul nehéz ellenféllel küzdött meg a mai nap folyamán, és hát... sikeresen vette az akadályokat. Az H2K-t is el tudta kalapálni, illetve a Unicorns of Love-ot is a mai meccs folyamán, ezért hát maradjunk annyiba, hogy tényleg a Vitality az, aki győzedelmeskedni tudott, kétszer is, és szerintem jó játékkal. Mindenképpen őt adnám meg, hogyha nem is a legértékesebb játékos, de a legértékesebb csapata a hétnek. Én azt gondolom, hogy a Vitality és megérdemelten vannak most az első helyen, jelen esetben Európában. És azért ma mindenképpen voltak úgymond meglepetések, hogy talán nem számítottunk volna rá, vagy legalábbis inkább feltámadásokat mondanék, hogy egy-egy olyan csapat képes volt megmutatni igazi erejét, mint például egy Splice, mint például egy Giants, de most nem mondom, hogy oda kapcsolunk arra a tabellára, ahol... A lényeg az az, hogy van ismételten három darab első helyezettünk, a G2, a Vitality, illetve ha minden igaz, az H2K is, és egy negyedik helyezettünk a következő, mindössze egyetlen egy győzelemmel lemaradva a Unicorns of Love. Tehát megint egy kiélezett élmezőnye az, ami kialakult. De én azt mondanám, hogy itt még mindig nem dőlt el semmi, hiszen tény is való, hogy az első négy nem. Az első hat helyen egy-egy győzelmek a különbségek. És ugye hármas élmezőnyünk van, illetve első helyezettünk. Ami véleményem szerint egy kicsikét igazságtalan az egész tabellára így rátekintve, az nem is az, amit te mondtál, hogy ugye van, gyakorlatilag én úgy mondanám, hogy négy csapat van, aki igazán az élbolyba tartozik, egymást össze-vissza püffölik, hol valaki jobban szerepel, vannak körbeverések is, minden, ez ugye a G2 eSports, az H2K, a Team Vitality és a Unicorns of Love. A Fnaticet bárki bármit mond, mindig megemlítjük, hogy rengeteg sok lehetőség van benne. Ez a Feneti, gyerekek. Ettől olyat kéne várnunk, hogy még mindig, ha a kicsikét alul maradnak, akkor is ott van a lehetőség. De szerintem lassan már azt bizonyítják be, hogy lebecsülni nem szabad őket, de fölértékelni sem, mert tudnak olyan teljesítményt mutatni, amikor így ősz, és akkor így most... játszik fenn? Micsoda?
13-0? Igen. Mi? Ja, az és mi, a Splice ellen, Jézusom! Tehát, hogy... Igen. Abszolút, a Fnatic ez tényleg így tud abszolút a teljesítményben. A jelenleg Unicorns of Love. Hullámhegyek, hullámvölgyek folyamatosan szabdalják a jelenlegi idei Fnaticnek a játék stílusát, illetve az hétről hétre való meccseit, és nézd meg, hát tegnap nyer a G2 ellen a Fnatic. Ma a Splice ellen kikap. Tehát egyfajta, nem is tudom, egy olyan váltás, ami talán tényleg jó, amit ma Darcig mond, hogy egyfajta Unicorns of Love betegségbe esett most a Fnatic. Nem tud egy biztos teljesítményt nyújtani igazából. Nincsen az, hogy egy bizonyos szint alá nem tudnak lemenni, hogy egy bizonyos, nem tudom, hibát kiküszöbölnek, és azzal többé nem kell foglalkozni, mert mondjuk megszokják. Nem, egyszerűen vagy abban azzal van probléma, hogy rossz kompozíciót raknak össze, vagy a makrójátékukkal van a gond, vagy egyszerűen csak a kommunikációval, és még itt lehetne sorolni egy pár olyan szegmensét a játéknak, ami piszok lényeges, és akkor egy Fnatic néha úgy dönt, hogy elfelejt vele foglalkozni. Ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, de a másik ilyen örökvesztessel is azért kéne foglalkozni, és ezt az vesztest úgy kell érteni, hogy mindig egy picikét belelovalja magát, mindig egy picikét mutat nekünk valami jót, hogy igenis nekem a felső bolyban van a helyem, aztán megmutatja, hogy ez mégse annyira biztos, és pedig nem másra gondolok, mint a Zorihenre. Zorihen, így van. Nekik ugye most 6 vereség és 6 győzelem áll rendelkezésre, tehát kijelenthetjük, hogy minden héten egy-egybe végeztek. Ez nem az, amit vártunk volna tőlük, legalábbis amikor a szezon elkezdődött, biztosan nem. És én, mint örök hívő, még mindig azt mondom, hogy én még most se ezt várom tőlük, most se ezt a teljesítményt, bár tény és való, hogy Sven az egyetlen, aki tényleg hozza azt, amit várunk tőle, de a lehetőség az megvan igazából mind Power of Evil-ben, hogyha esetleg majd megmutatja a jelenlegi metába illő karakterbázisát, illetve Soez-be, ha egyszer normálisan kelne fel. Egyszer már volt. Ha még egyszer. Hát egyik héten jó kell fel, egyik héten pedig rosszul. És még én nagyon kíváncsi lennék, hogyha már így pont a negatív vonatra egy picikét ráültünk, hogy nem tudom, Buci, te mit gondolsz az Elements heti teljesítményéről? Én alapvetően pont az Elementet és a Splice-ot olyan szinten szeretném összegyúrni, hogy két olyan csapat, akiknek az elkövetkezendő 3 hétben jóformán kutya kötelességük lesz nyerni ahhoz, hogyha szeretnének közelebb kerülni a rájátszásba való helyért, mert ugye oda csak az első 6 csapat fog bekerülni. Innentől kezdve a 7. hely az ugye, illetve a 7. alatti hely az még természetesen jó pozíció, vagy legalábbis nem kieső pozíció, viszont hogyha valaki tovább szeretne menetelni, akkor jóformán mind az Elementsnek, mind a Splice-nak muszáj nyernie jóformán minden meccsét. De most, hogyha ezt nem szeretnék megtenni, akkor viszont talán meg akarják nehezíteni azoknak a csapatoknak a sorsát, akik ugye az első helyért küzdenek. Ugye az első, illetve a második hely az eléggé nyugodalmas, vagy legalábbis jó, aki már a következő fordulójában kezdheti a rájátszást, tehát hogy már az elődöntőkbe kapcsolódik bele a csatározásba, ezt mindenképpen érdemes elérni egy csapatnak, és erre törekednie kell. És most már ezért elkezdhetünk ezekről beszélni, mert azért a 3 hét az már gyorsan el tud telni. Hű. Hát azért ez kemény tippelgetés lenne szerintem. De azért most már tényleg, te is mondod, haladunk előre folyamatosan. Igazából bevallom én itt az őszintét. Szerintem abban változott nagyon sokat a fölállás, hogy a Team Vitality az megtátasodott. Tehát úgy néz ki, hogy nincsen olyan vele egy szinten rangsorolt csapat, aki ne tudna átgázolni. Vagy 63 perc alatt megverni. Kösz. Tehát, hogy azért ez is bennük van. De végül azért észben abszolút mikro és makrojátékban csak tudnak győzedelmeskedni, és ez a lényeg. Tehát, hogy én most már őket mindenféleképpen az első kettőbe be tudnám tenni. Ezért fog még biztos, hogy beleszólni ebbe az egész csatározásba. Egyrészt a G2, másrészt az H2K, harmadrészt a Unicorns of Love 200%. Tehát én azt mondom, hogy ők
ők mindenképpen szeretnének majd ebbe beleszólni, mert nem engedhetik meg, hogy a Vitality lazán csak besétáljon az egészre. Lesz még azért G2 ellen is meccsük. Ami kb. Az egyedüli. Az, ami fontos. Az kifejezetten fontos lesz. A többit meghozni kell, a kötelezőt. Tehát, hogy azért az sem mindig könnyű, vagy az sem mindig működik. Hát nézzük meg ma a Fnaticet. Alapvetően kötelezőt kellett volna hozniuk ma a Splice-on, nem? Folyamatosan tartani. Splice az egy ilyen meglepetés doboz, úgy gondolom. Tehát őről soha nem mondtuk azt, hogy ők biztosan ki fognak kapni egy-egy mérkőzésen sem. Mert példának okáért, hát én nem is tudom, egy Szenkás négyszeres gyilkosság. A lényeg az az, hogy nem lehet rájuk számítani. Nem tudsz ellenük mit csinálni, mert annyira újak és az újdonság varázsával tudnak egy-egy mérkőzésbe érkezni. Úgyhogy igazából a Fnatic az szerintem egy Joker lap ellen tudott veszíteni ismételten a tegnapi példára visszatérve, ugyanis egyszerűen csak nem számítottak erre a mérkőzésre. Abszolút, és akkor mit gondoltok, szerintem menjünk át a jövő hétre, hogyha már úgyis európai LCL zártuk. Egy pár szót a jövő heti mérkőzésekről. Ugye én gyorsan lefutom a kötelező és egyszerű kört. A Unicorns of Love a jövő hét csütörtökön az utolsó mérkőzésen játszik a Rocket ellen, majd vasárnap a harmadik mérkőzésen játszik a Splice ellen. Úgy érzem, hogy ezek egy kötelező összecsapások lesznek. Hát igen, Splice is kötelező, tehát azért semmiképpen ne jelentsük ki. Talán a Rocket most úgy néz ki, hogy verhetőbb ellenfélnek bizonyul, vagy legalábbis könnyebb ellenük majd a meccset megnyerni. Azért a Splice... Meglepetés. Igen, a Splice lesz az, akit kötelezően meg kell verni, és úgy el fog fenekelni, mint a húzat igazából, ha nem vigyázol. Csúnya fogalmazásban. Viszont azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mind a ketten szinte választhatok ki egy-egy meccset, amit gondoltok így az egyik napról, hogy mi az, ami talán a legérdekesebb lehet, amire a leginkább érdemes lehet odafigyelni, vagy akár egy csapatot, amelyik nektek szimpatikusabb, vagy így első ránézésre egyszerű. Tarcik? Az első napról, tehát jövő egy csütörtökről beszélve, az éjstöké és a Fnatic összecsapást várom leginkább, péntekről pedig szerintem egyértelmű, Orihan G2 eSports. Én szerintem van lehetőség még egy G2 vereségre. Én inkább csak egy meccset, Orihan G2. Ezt az egyet emelném ki, mint talán fontos és érdekes meccs, ahol még az Orihan ugye felkelhet. Most mondhatnám azt, és én is beleesednék most már harmadjára abba a hibába, hogy az első nap a Splice ellen kötelezőt kell hozni az Orihannek, de nem, én ezt ki sem jelentem inkább. Tehát mindenképpen a G2 ellen nagyon-nagyon kemény összecsapásra azért várok, mert az Orihan képes lenne ezt így megtenni, de valahogy képtelen rá. Mégis. Na jó. Érdekes felvetés. De hibátlan, én úgy gondolom. Minden esetre lépjünk át akkor Észak-Amerikába, hiszen holnap este 9-től és vasárnap is 21 órától, ne tévesszem meg senkit, ez a két időpont pont ugyanaz, kezdődik az észak-amerikai LCS, és hát úgy gondolom, hogy itt azért nagyobb mennyiségű vér folyhat, hiszen itt is ugyanúgy rengeteg sok csapat mozog egy szinten, és hát valljuk be őszintén, nem csak négy csapat az, aki így magabiztosan az első két helyért küzd, hanem van véleményem szerint körülbelül egy olyan hat, hogyha összeszámoljuk őket rendesen. Persze az Immortals ebben nem szerepel, mint a veretlen észak-amerikai csapat. És az egyetlen olyan csapat még mindig a világon, aki egyetlen egy meccset sem veszített, ugyanis a Rox Tigers a... Mármint a jelenlegi szezonban. Igen, a jelenlegi szezonban, tehát hogy a Rox Tigers is eddig veretlen szériát mutat, de ő azért, mert ugye BO3 meccsek vannak Koreában, ő már azért egy meccset így kikapott, csak hogyha nagy összességeben nézünk, akkor ők is egyébként veretlenül állnak. Tehát az Immortals az mindenképpen nagyon-nagyon szép teljesítmény nyújt, és talán egy picit úgy néz ki, hogyha nem tudom, most így hirtelenében ránéznék, illetve azért végig gondolva a meccseiknek mondjuk a 70%-át, hogy senki nem tudja megvenni az Immortals. Voltak olyan meccsek, amikor
egy kicsit elszállt velük a ló, merészebben mentek vele a cserékbe, nem nagyon számított az, hogy most akkor mi van, kicsit talán mintha lazábban vették volna azokat a meccseket, rögtön 30-32 percig el is húzódott az a meccs, egy-két szorosabb csatározással, tehát ha odafigyel az Immortals, akkor szerintem rettentő nehéz nem megverni őket. Nehéz, de ez a kulcsfontosságú szó. Tehát nem halhatatlanok valóban, bár tény is valahogy most úgy mutatkoznak, de véreznek. És ami vérzik, azt meg lehet ölni. Szóval a lényeg az az, hogy jövő ezt héten... Ezt egy Rengar játékostól hallottátok, tehát ez így van. Egyébként tényleg. Szóval a lényeg az az, hogy csütörtökön a Renegades-zel egy... Jó, várható. 60 perc. Igen. Hát meglepődnék, az biztos, és nem is nagyon tudnánk mit csinálni. Holnap. Igen, holnap lesz az Immortals Renegades összecsapás. Ők, ha megállítják, komolyan mondom, valamit fogunk csinálni, az biztos. Jó, az a Szilasz Tanatos haja. Jó, megbeszéltük. Nem mutassa a kamera most a barátom arcát, aki itt. Az Immortals vasárnap játszik a Team Liquid-del, ott már viszont azért előfordul, mindig ezt mondjuk, hogy jaj, lehet, hogy az Immortals esetleg van. Így van, aztán Lükverzbe átgázol érted egy Polskival az Immortals az egész csapaton, és akkor nézze, hogy akkor most mi van. Na mindegy, esély megvan, ez abszolút kétségtelen. És én nagyon kíváncsi lennék még, srácok, arra a Róka csapatra, az Echo Foxra, aki nagyon rosszul indult a vízumcserék meg mindennek köszönhetően, de darcig, mint a, hogy is mondjam, a rossz szériával kezdő csapatok őrangyala, már múlt héten mondta, hogy ebbe az Echo Foxba kérem szépen van fantázia, meg egy Froggen, és ennek köszönhetően... Van életek Froggen! Ralfo is van egyébként, tehát a KFO is, hogy van... A Fox-a, a Froggennel és KFO, van a Harf, Darn, Keef, Keef és Bigf. De hát ott van az egész csapat. De attól még egyetlenül, én úgy gondolom, hogy késő. Mármint, hogyha azt nézem, hogy a Fox, hogyha az elejétől kezdve vízum probléma mentesen tud játszani, akkor valószínűleg nem ott állna, mint most jelenleg a 9. helyen, vagy legalábbis a 8. helyen volt versenyben Team Dignitas-szal, hanem valahol, ahol az Energy és a Cloud9, én körülbelül oda tenném most, így körülbelül a tabella közepjeinek az elejére. Mert... De nincs akkora különbség közöttük, tehát ha összekapja magát, ugye két győzelem van a rájátszásban. Jó, még nem játszották le a 6. hetet, tehát hogyha most ezt is 2-0-ra tudják elhozni, akkor azért már sokkal szebb lesz a statisztikája a Foxnak is, és akkor már talán, bocsánat, most valamiért azt gondoltam, hogy már lejátszották ezt. Nem is csak ez a legfontosabb, hanem hogy a Team Impulse és a Team Liquidnek a statisztikában nyúlhatnak bele, ami azért én úgy gondolom, hogy sokat befolyásolhatna a saját teljesítményükön is, ugyanis így a középmezőn teljesen átalakítanak. Főleg vasárnap, amikor a Team Impulse-ra fognak farkas szemet nézni, tehát ott mindenképpen kulcsfontosságú lesz, hogy melyik csapat tud felülkerekedni a másikon, mert bizony későbbiekben ez rettentő fontos lehet. Így van, és úgy gondolom, srácok, hogy gyorsan emeljünk ki a jövő hét? A holnapi ugye? Nap. Igen, abszolút becsapós. A holnapi nappal kapcsolatban mérkőzéseket. Mit gondoltok, srácok, hogy hol lehet igazán hatalmas nagy összecsapás? TSM Cloud9! Ennyi. Ezt abszolút megbeszéltük. Ez este 11 órától lesz. A TSM mostában abszolút összekapta magát, a Cloud9 pedig jó felhő módjára tökéletesen szokott játszani. Néha egy kicsikét megcsetlik-botlik, de amúgy alapvetően szárnyal fönt van az égen. Csetlik, botlik és szárnyal is, így van. És ők kapaszkodik abszolút, mert hogyha nem kapaszkodna az a felhő az égen, akkor lenne köd. Ja, nem. De attól függetlenül a TSM és a Cloud9 ez annyira egy régi kiki meccs és egy ilyen házi rangadó belső külön bajnokság már Amerikában, hogy ez mindenképpen nem csak az idei, hanem már a csapat történelme miatt egy kiemelendő mérkőzés lesz, én úgy gondolom, és azért a Cloud9 talán ők jártak a legközelebb az Immortals megfogásához. Ezzel egyetértek, és náluk is emeltük ki, hogy a legnagyobb lehetőségük van rá, pont a múlt héten, és egyébként én azt is hozzátenném, hogy nem teljesítettek rosszul, mindig csak egy hajszál hiányzott ahhoz, hogy a terveik igazából gigászi eredményeket is hozzanak, de ez nem történt meg, talán majd most a Liquid. Igazából náluk meg azért látom a lehetőséget így a vasárnap hajnal 1 órás mérkőzésen, mert
Hát a Liquidnek a dzsungelese elmebeteg. Dardank. Egy őrült, azt kell mondanom. A legjobb újonc talán, aki mint érkezve Észak-Amerikában ugye új játékosként. Úgy, olyan szempontból legjobb újonc, aki még nem volt LCS-ben. Reinoverrel szembeállítva, aki már Európában volt LCS-ben. Úgy, olyan újonc, tehát úgy értem, hogy újonc, hogy aki rookie. Most érkezett, nagyon rookie kezdő, első LCS szereplése, borzalmasan erős, tehát nem... És úgy gondolom, hogy nagyban is függ a Team Liquid játéka majd attól, hogy hogyan tudnak játszani. Reinover és ugye alapvetően Dardak egymás ellen, ez mindenképpen egy izgalmas összecsapás lesz. Nagyon, de nagyon bízom egy picit a Team Liquidben, hogy legalább az Immortalsnak úgymond meg lehetne szorongatni a kezét, vagy nem tudom, vagy így szorongatjuk meg egymás kezét. Ugyanilag be lehet számítani a kollégákra alapvetően, hogy véletlenül se. Na, csak nehogy meghúzzák a cica bajszát és az immortált, nem tudom, visszaharapjon durván arra a lovacskára, de... Maximum megfogták a Team Liquid kezét, ez már biztos. Bucinak megvan a kriptonitja. Na de... jó. Én úgy gondolom, hogy nagyon várjuk amúgy már, hogy Európában ki volt az MVP és az OP5, de ők is nagyon nehezen döntik el egyelőre, azt látom. Attól függetlenül egyébként pont, hogy az előtte lévő, tehát már ennyit beszéltünk a Liquid Immortals meccsről, akkor az előtte lévő két meccs szerintem kifejezetten izgalmas lesz, mert mind az Energy, mind a Cloud9 most közel hasonló statisztikával áll, tehát egymást követik a tabellán, illetve a Team Impulse és az Echo Fox, amit már ki is emeltünk, hogy kulcsfontosságú lesz, hogy melyik csapat fog nyerni. Az első nap talán, hogyha csak a papírformát nézzük, és most nem gondolunk itt Froggenre, hanem mondjuk az eddigi formák szerint nézzük, akkor ugye ott a CLG-nek, illetve a Team Liquidnek kéne nyernie, hogyha most csak a statisztikát és a táblázatot nézzük, hogy hogy állnak a csapatok. De a második nap már egymás ellen szerintem nagyon-nagyon keményen fognak küzdeni, hogy minden több pontot és győzelmet szerezzen meg az egyik, illetve a másik csapat. Így van. Viszont hát... Soha nem lesz OP5. OP5, én úgy gondolom, hogy nem lesz, hiszen Twitter kérdések vannak jelen pillanatban a külföldi adásban is. Úgyhogy akkor kockáztassuk meg, hogy nézzük meg, hogy anélkül, hogy egy külön stáb dolgozna rajta, szerintetek ki volt az MVP a héten, a két nap alatt? Melyik játékos lehetett az, aki a leginkább ki tudott emelkedni ezen csapatok közül? Hiszen ugye voltak sikeres, illetve kevésbé sikeres mérkőzések mindegyik oldalról, azért is próbálok ilyen nyakateket, mondatokat csinálni, hogy rájöjjetek. De én úgy érzem, hogy Team Vitality itt is játékos lesz, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy kicsoda. Talán Kassingot ki lehet emelni, mert irgalmatlan sok támogatása volt, de nézzétek meg, hölgyek és uram! Végig beszélted azt az időt, ameddig már ők is eljutottak oda, hogy talán érkeznek a hét hősei. Ha csak nem Kickshot éppenséggel bemutat nekünk valamilyen stratégiai... Nem! Nem bizony. Akkor most ne ijedjetek meg, hogy eltűnt Thanatos. Ugyanis a Fantasy MVP-t azt Jankos nyerte meg az H2K színeiben. Még nézzük Kickshotot? Vagy magunkat? De jön az OP5! És ezt viszont már mutatjuk nektek a képernyőn is, ahol hát ennek köszönhetően nem túlságosan meglepő módon Jankos már tagja is egyébként, aki hát egyébként egy 18-as KDA-val 100%-os gyilkossági részvétellel eléggé oda tette, hát, és az Orihen ellen egyébként, tehát... Hát ez gyönyörű szép statisztika, abszolút egyetértek, hogy őt mindenképpen be kell választani. Nyugdák, ott van... Vitality, ahogy Thanatos is mondta, mindenképpen érkezzen egy OP az ő csapatából is. Jó volt, ugyanúgy gondolom, hogy ma kifejezetten ügyes volt Nyugdák. Sőt, én úgy gondolom, hogy a tegnapi nap folyamán is azzal a Zillianna, hiszen ennek köszönhetően még mindig tudta tartani farmon lépést ellenfelével, sőt, aztán pedig Pepi az, aki a lehető legtöbb gyilkosságot összeszedte így a hatodik hétre. Tessék, Giantsben nincs lehetőség, itt van OP5. Wunderwer, én ma megmondtam a meccs után, Wunderwer MVP, tehát jó, nem MVP, de attól függetlenül belekerül egy olyan statisztikába, mindenképpen nagyon fontos, és
Ugye Csacsi szokott a felső ösvényen ebben az OP5-ban tetszelegni, most Wunderwel átvette valami. Ahhoz képest, hogy felső ösvény és a percenként elhozott 10 form, ez gyönyörű szép, és le a kalappal tényleg. Kabosárt pedig abszolút megérdemli ezt a helyét, erre vártam már egyébként, hogy mikor is kerül ide. Én úgy gondolom, hogy az MVP címmel is majd esetleg ő rendelkezhet. Neki is iszonyatosan nagy a gyilkosságban való részvétele, és... Hát persze, tehát, hogy... A lényeg az az, hogy azon kívül el is tudja hozni a gyilkosságok nagy részét, és képes vele győzelemre vinni a csapatát. Igen, egyébként milyen fura lehet, amikor ülsz a stúdióba, és a nagy kivetítőn egyszer csak a saját arcod üt vissza, hogy bizony te voltál, aki a 93%-os gyilkosságban való részvételt meg tudtad mutatni kettő meccs alapján, ami azért nem kis teljesítmény. És ugye mindig kiszoktuk emelni a Vitality csapatánál, hogy a felső ösvény kulcsfontosságú lehet, mert Kábosád alapvetően a carry potenciát, tehát az, hogy ő a hátán tudja vinni a csapatot, de ugyanakkor tud változtatni. Tud. És várjál, úgy történt meg mindez a 93%-os gyilkossági részvétel, 12 gyilkosság, 13 támogatása, hogy a mai nap folyamán lulúzott. Tehát azt írta, hogy ő a Harry Potter. Kabosárd a Harry Potter. Kabosárd a Harry Potter. Igen. Szóval Kabosárd a majd kölcsönkéri Hunitól a szemüvegét, rajzolunk egy ilyen kis villámot az arcára, hogyha úgyis villámfejedelem akaratával érkezik a felsősmélye, és akkor már minden stimmel. De... jön mindjárt az MVP! Cussing! Az MVP, tehát végül is, szerintem egyébként ez ilyen különlegesség, hogy egy támogató játékos, de abszolút megérdemli. Baronnasorra ide, baronnasor oda, ez a játéka, ez gyönyörű. A mentései egész egyszerűen hihetetlenek. Az utolsó pillanatban érkeznek, amikor az ellenfél még elhiszi, hogy lehet gyilkolni, és ha már a gyilkosságokról beszélünk, egy támogató játékos, aki villan a gyilkosságért, komolyan mondom, szólókjúban szétgyilkolnák az agyát, de itt elsziessen, hogy ez valaki bevállalja és működjön neki, MVP-t a srácnak tényleg. Lehet skype-oltak afromúval, vagy valami, ő szokta a vérbárdokkal mindenképpen a gyilkosságra helyezni a hangsúlyt, de attól függetlenül mindenképpen gratulálunk Cussingnak, mert én úgy gondolom, hogy ez már érett szépen lassan így az egész tavaszi szezon eleje óta. Cussing folyamatosan megbízható teljesítmény nyújtott, remekül örszemmezett, remekül segítette társait, a barangolásban mindig kivette a részét, tehát igazából nem nagyon érheti rosszul Cussing játékstílusát. Egy oszlopos tagja a Vitality-nek, aki először tudott kiteljesedni igazán. És most teljesen. Hát jó formán egyébként eddig ugye ívelt fölfele az ő karrierje itt tavaszi első 5 hét alatt, megjött a 6. hét, ahol egyébként mondanánk, hogy akkor elértél a csúcsra, akkor nem, most vagy pontosan a csúcson, így ezért kapott is egy címet, ő a hét legértékesebb játékosa. És hát ugye a külföldi kollégák azt mondják, hogy a jövő hét mérkőzése az Instuk és a Fanatik között lesz. Mi nem ezt emeltük ki. Attól függetlenül hozzátettük, hogy erre is érdemes lesz odafigyelni, viszont úgy tűnik, hogy külföldön még mindig Fanatiknak nagyobb hype-ja van, mint az Orihennek. Nem véletlen, hát jobban teljesítenek idáig. Idáig. De azért mindenképpen érdekes lesz az, hogy Ryu végül is visszarázódik-e teljes mértékben? Hát a mai nap folyamán én azt mondanám egyébként, hogy teljes mértékben otthon érezte már magát. Elhozott egy olyan karaktert, ami kézre áll neki, és szaron szétalázta vele az ellenfél csapatát. Nagyon csúnyán megfogalmazva, de tényszerűen. Ez így van, az az orvgyakos mindenképpen jól állt a kezében. Ryu ehhez szokott hozzá. És Észak-Amerikában pedig jól tippeltünk, Liquid Immortals lesz a hét mérkőzése, amit majd természetesen mi is közvetítünk magyar nyelven, ugyanis mi bőven éjszakai baklyok vagyunk, szeretünk fellenni 2:30-ig is, szombaton és vasárnap is, tehát ti is tartsatok velünk holnap, illetve holnap este 9-től. Meg nézzétek az összes nyereményjátékot, a Facebookot, a Twitch alul a bannert körgessétek le. Van még holnap is képes nyereményjáték, hogyan nézem én az LCS-t. Egyébként pont gondolkodtam, amíg dolgoztam, hogy csinálok magamról egy a munkahelyen. De azért az elég csúnya lett volna, mert ilyet nem szabad, tehát mindenki otthonról szabad idejében nézi az LCS-t. Nyereményjáték, akciók,
poszt, kommenteljetek a poszt alá, hogy milyen akciót szeretnétek a Smart Shopban. Most pedig elbúcsúzik a magyar LCS csapata. Tanatos, Darcig és jó magam, köszönjük szépen mára a megtisztelő figyelmet. Holnap este 9-kor találkozunk ugyan itt. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Yeah, perfect.